Váltsunk témát! Hideg volt a reggel, de a kávé elég forró. Legszívesebben megfürödtem volna benne, de az ehhez szükséges mennyiséget inkább megittam. A napi égeforrások megcsapolása és kiadós imádság után nyitottá és bátorrá váltam a rádió friss híreihez, amelyek ezen a reggelen sem voltak olyan vidámak. Egy súlyos nemzetgazdasági problémát elemző beszélgetés után a riporterhölgy nagyot sóhajtott, és így szólt. De most váltsunk témát, vasárnap elkezdődik az Advent. Miért gondolod, kedves műsorvezető, hogy Advent egy másik téma? Szóltam a rádióhoz, mert időnként beszélni szoktam hozzá. Nagyon is jókor jön az Advent. Akkor kell érkeznie, amikor nagyok a bajok amikor nincs előkészítve rá a világ, mert akkorák a gondok, hogy nem is lehet előkészíteni. A műsor struktúra előírásai szerint valami jónak kellett következnie a nyomasztó riport után. Az életvalósága szerint azonban adventben nem szűnnek meg a problémák. A valami jó éppen gondjaink közé érkezik. Karácsony legnagyobb ajándéka az emberiség számára a békesség ha meg tudnánk teremteni az egyfőre első nemzeti békességet, nem lenne szükségünk arra, hogy Isten ajándékozzon meg vele. Mégis, évről évre megpróbáljuk legyártani, produkálni, mint valami terméket, azon a téves úton indulunk el, hogy a díszletek, a tisztaság, a pedánsrend, a két héttel korábban bepanírozott szentesti vacsora következménye lesz a békesség. Arról már nem készül statisztika. Mennyi keményített abrosz lesz könnyes az idén is. Mennyi otromba szó hagyja majd el az ember száját, amelyeket a halszálkák sem voltak képesek eltorlaszolni. A karácsonyi történet szereplőinek nagy szükségük volt a békességre, és el is nyerték, mert nem maguktól várták. Nézzünk néhányat közülük az első. Nincs nyugdíja, semmiféle szociális járadékot nem kap, özvegy, férje hét év házasság után meghalt, fűtetlen helyen tengeti életét, élelme szűkös, néha még azt sem fogyasztja el. Van ok a panaszra? Tudjuk ki ő? Anna, a profétanő, aki csak nem száz évesen újjongva fogadja a nyolcnapos megváltót. Egy másik. Már alig lát annyira öreg, nehezen mozog, tapogatva közlekedik, mondhatjuk szinte haldoklik. A haldokló zsidók háromszor kétsoros trófákban búcsúztak az élettől, ő is e szerint a síma szerint fogalmaz. Búcsúzni az élettől? Nem túl békességes gondolat. Van oka panaszra? Tudjuk ki ő? Símeon aki tudta, hogy szeme utolsó sugaraival megláthatja a messiást. Örömmel és békén indul, mert az üdvösségnél, akit karjaiban tarthatott, többre nincs is szüksége. Egy másik. Gazdálkodóként igen kiszolgáltatottak. Támogatásra sem számíthatnak, kedvezőtlen időjárás vagy viszmajor esetén, Biztosra kell menniük, mikor a tenyészteni kívánt jószág fajtáját megválasztják, ezért a junál maradnak. Szó szerint is, hiszen a vagyon eltulajdonítás és súlyos testi réme ott lebeg az éjszakai mező felett. Nincsen szemhúnyást nyugtuk sem. Van okuk panaszra? Tudjuk kik ők? A pásztorok, akik elhitték és elfogadták az angyali örömhírt az öröm és a békesség elriasztotta a félelmet, az ellenséget. A következő. A hivatással járó stresszkezelését igen igencsak meg kellett tanulniuk. Felelősségteljes és megbecsült, de idegtépő és számtalan bizonytalansági tényezővel megtűzelt a munkájuk a szóban forgó kiküldetés alaposan megviselte őket, már csak a visszatérés bizonytalansága a kerülőút idegensége miatt is, mivel tevéik nyakán nem fityegett GPS. Nem volt csekéség minden elérhető tudása szertenni, hogy félre nevezessenek sokokat, szinte a félvilágot. világot. Volt okuk panaszra, kimerültségre? Tudjuk kik ők? a napkeleti bölcsek, akik keresték és megtalálták a zsidók királyát, de megtalálták Heródes féltékenységét is, amelynek kis hián áldozattául estek. Mindezzel együtt boldogok voltak, mert a babiloni zsidóság is pogány környezetükkel együtt hírül vette a megváltó születését, az emberiség megmentését. Az élet sokféle kínos, reménytelen helyzetet produkál. egybe begubancolódva sem szabad azt gondolnunk, hogy Jézus bármely szituáció váratlanul érheti. Ne gondoljuk, hogy betegségünkre, gyermekeink életmódjára, banki hiteleinkre, munkanélküliségünkre, félelmeinkre és álmatlanságunkra, rossz, kínzó szokásainkra nézve azt mondja majd, Ura vagyok a történelemnek, minden szállat vezetek, minden helyzetet kézben tartok, de ilyet, mint a tiéd, még nem láttam, és nem is tudok segíteni. Nem csupán kételkedés, hanem valóságos Isten káromlás Jézust kisebbnek tartani a gondjainknál. Nincs a földön békesség. Nem is valószínű, hogy lesz. Az íge nem táplálja ezt a reményünket de ha őszintén mondod, dicsőség a magasságban Istennek, akkor benned is csírázik a fentről hullatott béke mag. Sőt, még jó akaratra is futja majd az emberekhez, amire nagy szükség lesz az ünnepi fények kihúnyása után.